kezdtem, volt bennem egy ilyen ötlet, hogy szeretnék egy újabb tetoválást, és hosszú ideig gondolkoztam, hogy mi legyen az, mekkora, hova. Végül egy ilyen ázsiai tájkép lett az ötlet, ami kialakult bennem, és akkor ebből egy nagyobbat gondoltam. Így került gyakorlatilag az alkalomnak az alsó felére gyakorlatilag. És három kisebb képből áll össze gyakorlatilag az egész nagy. Én úgy gondolom, hogy azért most már elég sokat jártam Ázsiában, úgyhogy talán ilyen szempontból is kapcsolódhat az utazásaimhoz maga a tetoválás. Alapvetően most ennek egyelőre nincsen nagyobb jelentése, de meglátjuk, hogy jövőre hogyan alakul például az olimpia. Hát ha kap egy komolyabb jelentést is ez a tetoválás itt. Alapvetően én úgy gondolom, hogy egy nagyon érdekes világ az egész ázsiai rész, és tényleg országról országra egy teljesen más és más kultúrát lehet megismerni. Úgyhogy mindig egy nagy felfedezés, amikor az ember egy új országba kerül, egy új helyzetbe, és nyilván vannak olyanok, amik azért közelebb állnak hozzánk, és olyanok is, amik kicsit távolabb. De azt kell mondjam, hogy azért az országok nagy részében nem csalódtam olyan szempontból, hogy az emberek tényleg nagyon kedvesek voltak, segítőkészek, és alapvetően tényleg egy olyan kultúrát fedez fel az ember, amit nyilván itthon is képeken láthat, de úgy élőben átélni és meglátni, az mindig egy nagy élmény. Nem, egyelőre most nincsen újabb ötlet erre, és gyakorlatilag két évet kellett várni, míg aztán lett egy olyan ötlet, amit megvalósítottam. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy benne van, hogy lesz még. Nem tudom pontosan, az is benne van, hogy nem lesz folytatása már a dolognak. Alapvetően az első tetoválásom előtt nem gondoltam azt, hogy nekem lesz több is. Az első, ugye az öt karikával kezdődött a 16-os olimpia után, az tényleg akkor azt mondtam még, hogy nem lesz több, de egyszerűen megragadta az a világ, amit aztán azzal, hogy lett egy tetoválásom, megnyitott előttem. És így már azért sokkal nehezebb megvalósítani azt, hogy hú, akkor nem lesz több, vagy valami, hanem egyszerűen az embernek, ha jön egy olyan ötlete, ami úgy berögzül, akkor utána nagyon nehéz elengedni, és általában inkább megvalósítja. Én úgy gondolom, hogy fontos, hogy az ember számára azért, amikor elkezdi, azért ne csak az legyen az indok, hogy jól nézzen ki, hanem legyen mögötte egy tartalom is számára mindenképpen. És nyilvánvalóan azért ez valahol egy művészet is, tehát tényleg mondhatni mi vagyunk a vászon, amire elkészül az a mű. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy ez egy művészeti ág is valahol.